Az életből csak ennyi fény maradt. Csillagos ég, tenyérnyi napsugár. Ezt vártuk nap-nap, homályos falak üregéből esténként délután, és elvették ezt is, a tenyérnyi napot, bebárdogoztak minden ablakot. Tollas Tibor, Bebárdogoztak minden ablakot című versének részletével köszöntöm Önöket, mélyen tisztelt emlékezők, hozzátartozók, Tapolcaváros önkormányzatának nevében. Fáklyáink lobogó fényében együtt emlékezünk a 60 évvel ezelőtti tapolcai történésekre, a Tapolcai Járási Forradalmi Tanács 1956-os események következtében börtönbüntetés szenvedett tagjaira. Nevük mától kőbe vésetik, hogy örökké hirdesse, hogy a helyi hősök is tudták, milyen nagy dolog a szabadság. Kérem, hallgassák meg Havasi Marcell előadásában Zass Loránt Novemberben című versét. Zass Loránt Novemberben. Novemberben szürkék az utcák, novemberben szürkék az emberek. Novemberben Budán és Pesten nevetni nem lehet. Novemberben a Farkasréten halottak napi misecsend fogad. Novemberben fehér virággal fedik a sírokat. Novemberben égnek a gyertyák, kicsinyek, teltek, véznák és nagyok. Novemberben földig hajolnak a sötét kalapok. Novemberben géppuskák szóltak, tapostak tankok, a föld remegett. Novemberben gyilkoltak, öltek, november temetett. Novemberben itt esküt szektek, gyaláztak törvényt, tiportak jogot. Novemberben vörössel, vérrel a mágia lobogott. Novemberben erőszak vágott, gumibot tépett, a pörtön kacagott. Novemberben a homlokunkra égettek csillagot. Novemberben sírnak az utcák. Novemberben sírnak az emberek. Novemberben könnyekkel köszöntik az elesetteket. Novemberben csend van és béke. Temető, fejfa, virág és kereszt. Novemberben az álmodó rög itt tart, és nem ereszt. Novemberben összeszorulnak az öklök, és felbizsereknek a tenyerek. Novemberben élők a holtak. November fenyeget. Rab emlékeid, éhes farkasok, éjszakánként vissza-visszatérnek. Feledni akarsz rémes árnyakat, de nyomon követnek börtönévek. Hiába hív a szárnyas szabadság, ajtó csapódik, fogoly vagy újra, belép az őr, torkot kiáltana szabadon, de sose szabadulva. A már idézett Tollas Tibor versének részletét idézve kérem fel Hangodi László történész, főmúzeológust, hogy mondja el emlékező beszédét. Képviselő úr, polgármester úr, hölgyeim és uraim, kedves egybegyűltek! Meghökkentő időtávlatokba visszanéző múltja és története van a régi Tapolca még meglévő városrészeinek, utcáinak és azokon belüli épületeinek. Ilyen históriás helyszín az is, ahol ma emlékezni gyűltünk össze. Mögöttem a mai járási földhivatal épülete, amely 1909-ben eredetileg a vasúti osztálymérnökség irodaházaként épült, majd rövidesen ide költözött a Tapolcai Járási Főszolgabírói Hivatal. Ezt váltotta 1950-ben a Tapolcai Járási Tanács. Ma este a 60 évvel ezelőtti tapolcai forradalmi ősz jelesei közül a legjelesebbekre emlékezünk, akik azokban az ember és jellempróbáló napokban igaz szívűségből maradandó példát mutatva cselekedtek, s ha kellett, hát viselték is ennek későbbi nehéz következményeit. A Tapolcai Járási Forradalmi Nemzeti Tanács börtönbüntetést szenvedett tagjai előtt fejezzük ki tiszteletünket,
akik ezen épületből irányították a forradalom útjára lépett szűkebb pátriánkat, a tapolcai járást. Tapolca forradalma 1956. október 26-án délelőtt kapott lángra, amely estére itt is elsöpörte az elnyomó diktatúra helyi felépítményét. Majd a nap végén a közbizalom vezetői pozíciókba emelte a demokratikusan és közfelkiáltással megválasztott új forradalmi vezetőséget, a tapolcai járási forradalmi nemzeti tanácsot. Gucsi István forradalmi tanácselnök vezetésével aztán a testület másnap, október 27-én délelőtt ezen épületben átvette a járás irányítását a megszűnt megbízatású Krikkó József korábbi járási tanácselnöktől. De kik voltak ők, akiknek a tiszteletére ma emléktáblát avatunk? Kik voltak a tapolcai járási forradalmi nemzeti tanács később börtönbüntetést szenvedett tagjai? Sokunk tudja a választ, de mikor máskor, ha nem most, beszéljünk hát róluk és életükről, még ha röviden is. Gucsi István őrnagy, helyőrségparancsnok, ez idő szerint a 38. gépesített lövészezred parancsnoka. Forradalmi tanácselnöki megbizatását október 31-ig tölti be, amely időtartam alatt felügyeli és irányítja a járás szerte kibontakozó demokratikus átalakulási folyamatokat. Október 31-én este parancsot kap a győri Dunántúli Nemzeti Tanács katonai vezetőjétől, Kemendi Béla ezredestől, hogy alakulatát vezesse Budapestre a forradalom vívmányainak védelmére. Gucsi őrnagy elrendeli a menet és az egyidejű harckészültséget, és megkezdődik a komoly katonai ütőerőt képviselő helyőrség felkészítése az országúti és vasúti menet végrehajtására. Az aknavető és páncéltörő tüzérséggel megerősített három zászlóalnyi gyalogság kiegészül az ezred közvetlen rohamlövegosztály harcjárműveivel és a 27. harckocsi ezred tankjainak egy részével. November 1-én este elrendelt megindulás előtt Gucsi István járási forradalmi tanácselnöki tisztségét Apáti Imre veszi át. A tapolcai alakulat másnap hajnalban baj nélkül befut a fővárosba. A november 4-én meginduló elsöprő erejű szovjet ellentámadás kezdetéig az egyes zászlóaljak fegyveres biztosítást végeznek Budapest stratégiai jelentőségű pontjain, többek között a parlamentnél, a szovjet nagykövetségnél, a külügyi szállónál és az újpesti vasúti hídnál. Gucsi őrnagy lelkesült hangvételű levélben tájékoztatja a tapolcai járási forradalmi nemzeti tanács tagjait, s mint írja, amíg mi itt vagyunk, ide egy orosz be nem teszi a lábát, éljen a haza! A forradalom bukását követően letartóztatják, majd 1957. december 2-án kezdődik büntetőpere a Veszprém megyei ügyészségen, amely rövidesen a győri katonai bíróságon folytatódik. 1958. április 23-án első fokon 3 év börtönre és rendfokozatvesztésre ítélik. Másodfokon a legfelsőbb bíróság katonai kollégiuma 1958. augusztus 11-én hirdeti ki a végső büntetést, amely a 3 év börtönt 2 évre mérsékli. 1960-ban szabadul. Nem tér vissza a katonai pályára, élete Kecskeméten folytatódik. Halász János, az AKÖV, az autóközlekedési vállalat gépkocsi vezetője, a tapolcai járási forradalmi nemzeti tanács és párhuzamosan a tapolca nagykösségi forradalmi nemzeti tanács tagja. Már a tapolcai forradalom első órájától kiemelkedő szerepet játszik az október 26-ai esemény sorozatban. Ő az első, aki a forradalmi tömegmozgalomhoz való csatlakozásra szólítja fel a tapolcai vasutasokat. Fontos szerepet játszik a tapolcai nemzetőrség megszervezésében, felfegyverzésében és a közbiztonsági járőrszolgálat fenntartásában. A forradalmat követően 1957 végén tartóztatják le, majd a győri katonai bíróságon 1958. február 19-én veszi kezdetét büntetőpere. 1958. április 23-án a bíróság első fokon 5,5 év börtönre ítéli. Másodfokon 1958. augusztus 11-én a legfelsőbb bíróság katonai kollégiumán a büntetését 8 évre növelik. 1963-ban amnestiával szabadul, majd visszatér Tapolcára. Kazal Gábor, 3. osztályos gimnáziumi diák, a helyi középiskolai tanuló ifjúságot képviseli a tapolcai járási forradalmi nemzeti tanácsban. Később tagja a közeledő szovjetek elleni harcfelvételre készülő tapolcai nemzetőrségnek.
Ezen belül a Major Ferenc tanár vezetése alatt álló gimnazista diák szakaszban teljesít fegyveres szolgálatot. A szovjet megszállást követően 1956. december folyamán ő az első, aki Kádár kormány ellenes röpcédulák készítésébe kezd, amelyeken esténként diáktársa Polgár Bence segítségével terjeszt a belváros területén. A karhatalmi alakulatok 1957. február 6-án rajtaütéssel tartóztatják le Tapolcán, majd a Veszprém megyei rendőrkapitányságra szállítják. 1957. március 29-én a Győr megyei bíróság külön tanácsa gyorsított eljárás keretében 9 év börtönre ítéli. 1960 folyamán amnesztiával szabadul. Később jogi végzettséget és doktorátust szerez, nem tér vissza Tapolcára. Kopacz Károly mozdonyvezető, a tapolcai járási és a Tapolca Nagykösségi Forradalmi Nemzeti Tanács tagja, a tapolcai nemzetőrség közfelkiáltással megválasztott első parancsnoka. Döntő szerepet játszik a helyi történésekben már a tapolcai forradalom első órájától. Október 26-án az ő vezetésével zajlik a járási börtön és a járási pártbizottság épületeinek elfoglalása. A forradalom bukása után a karhatalmi osztagok 1957. január 2-án az elsők között tartóztatják le. Először a balatonkenesei gyűjtőtáborba, majd a kőbányai gyűjtőfogházba, onnan a kistarcsai internáló táborba kerül. Innen rövid időre szabadlábra helyezik, majd 1957. augusztus 2-án ismét letartóztatják. A Győri Katonai Bíróság külön tanácsa 1958. április 23-án 15 év börtönbüntetésre ítéli. 1958. augusztus 11-én másodfokon a legfelsőbb bíróság katonai kollégiuma helyben hagyja a büntetési tételt. Az elítélt tapolcai 56-osok közül utolsóként szabadul 1969 folyamán. Zalahalápon telepedik le, és ott folytatódik élete. Lacai András medikus, végzős orvostanhallgató, a tapolcai kórház szigorló orvosa, a tapolcai járási forradalmi nemzeti tanács választott tagja. Főszereplő az október 26-án kibontakozó tapolcai forradalomban. A naphosszat zajló tömegdemonstráció során két alkalommal is közszereplést vállal. Ő olvassa fel a nyilvánosság előtt a MEFESZ, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége által október 22-én megszövegezett 16 pontot Magyarország azonnali demokratikus átalakításáról. Ugyanezen a napon az első világháborús hősi emlékműnél pedig elszavalja Petőfi Sándor Nemzeti Dal című költeményét. Október 27-én a Vasúti Fűtőház dolgozóinak gyűlésén buzdító beszédet tart. Fontos szerepet játszott a kórházvonati misszió előkészítésében és megszervezésében. A tapolcai állomásról október 28-án délben gördül ki a szerelvény, abból a célból, hogy a fővárosi harcok során megsebesült, de szállítható állapotú felkelők egy részét elhozzák a tapolcai és a balatonfüredi kórházakba, így tehermentesítve a budapesti egészségügyi intézményeket. Ő maga is, mint önkéntes csatlakozik a katonai parancsnokság alá helyezett kórházvonat személyzetéhez. A forradalom bukása és Tapolca 1956. november 6-án bekövetkezett szovjet katonai megszállása idején részt vesz abban a lőszer- és fegyverrejtési akcióban, amely a szabadságharc későbbi időpontban történő folytatása reményében történik. 1957. január 12-e után tartóztatják le a Győr megyei bíróság külön tanácsa gyorsított eljárásban 1957. március 29-én első fokon 6 hónap, majd 8 év, a fellebbezést követően pedig 15 évi börtönbüntetésre ítéli. Büntetőpere 1958. április 23-ától a Győri Katonai Bíróság külön tanácsán folytatódik, ahol a 8 éves börtönbüntetését hagyják helyben. 1958. augusztus 11-én a másodfokon eljáró legfelsőbb bíróság katonai kollégiuma a büntetést 15 évre súlyosbítja. 1962. április 1-én szabadul amnesztiával. Folytatja és befejezi orvosi tanulmányait, később Kecskeméten él tovább. Volmut Frigyes, tapolcai vasúti polgári védelmi parancsnok, a tapolcai járás és a Tapolca Nagykösségi Forradalmi Nemzeti Tanács tagja. Fontos szerepet töltött be a budapesti kórházvonati misszióra induló tapolcai egészségügyi szerelvény felszerelésében, megfelelő minőségű és mennyiségű kötszer, gyógyszer és élelmiszer előteremtésében. A győri vagongyár munkástanácsának 1956. október 30-ai rendkívüli ülésén a Szigeti Attila és Szabó György vezetése alatt megalakuló Dunántúli Nemzeti Tanácsban, mint delegátus, ő képviselte Tapolcát és a tapolcai járást.
A forradalom bukását követő megtorlások idején az MSZNP karhatalmi osztaga 1957. március 4-én tartóztatja le, és a kistarcsai internálótáborba szállítják. A győri katonai bíróságon 1958. február 19-én kezdődő büntetőperében 2 év börtönbüntetést kap, amelyet április 23-án mondanak ki. Másodfokú ítéletének kihirdetésére 1958. augusztus 11-én kerül sor a budapesti legfelsőbb bíróság katonai kollégiumának külön tanácsán, ahol büntetését 8 év börtönre súlyosbítják. Az 1963-as amnestia idején szabadul, Badacsony-Tördemicen telepedik le, és ott él tovább. Az idő gyorsan eljár. Ifjú pályakezdő tanárkoromban még futólag ismertem Kopacz Károlyt és Halász Jánost, azonban mára az itt gránitba vésett nevek viselői közül már senki sincs az élők sorában. Ha felteszem a kérdést, hogy vajon tudunk-e már mindent, és megtettünk-e már mindent 1956 tapolcai emlékének megőrzéséért, akkor a válasz nem, és még egyszer nem. Közel sem tudunk még mindent, bár az sem kevés, amit igen. Most, csak 60 év után ismerhettük meg például Tapolca második forradalmi mártírját, a 22 évet élt Gál György honvédet, akivel itt, a szomszédos Ady Endre utcában 1956. november 7-én éjszaka végzett egy célzott, hosszú gépfegyversorozat. E táblaavatás most kétségtelenül szép pillanata 1956 helyi utótörténetének, és végre kőbevésve nevesülhettek az egykor börtönt szenvedett járásvezető forradalmi tisztségviselők. De akad még tennivalónk és törlesztenivalónk bőven. Nem őrzi még emlékjel a dr. Hillinger János, dr. Fehér Károly és Kisteleki János vezette Tapolca nagyközségi forradalmi nemzeti tanács működési helyét. Nincs emlékhelye annak a mintegy 700 bátorszívű tapolcai asszonynak és leánynak, akik 1956. december 12-én este a megye második legnagyobb néma tüntetését tartották városunkban. Kezükben egy-egy szál virággal és égő gyertyával szembe menve a megszálló idegen hatalom csőre töltött automata gépfegyvereivel és páncélozott harcjárműveivel. Nincs még emléktáblája azoknak a vakmerő tapolcai gimnazistáknak, akik a forradalom bukása után röpcédulákat készítettek és terjesztettek városszerte, valamint fegyvereiket elrejtve várták, hogy mikor üt újra a szabadságért folytatódó harc órája. A sort még folytathatnám, de most nem teszem. Gondoljunk ma őrájuk is. Gloria victis, dicsőség a legyőzöttnek. Tisztelettel kérem fel Dobó Zoltán polgármester urat és dr. Lacai Andrásnét, hogy leplezzék le az emléktáblát. Engedjék meg, hogy valamennyiünk nevében megköszönjem Tapolca városának, hogy itt most 1956-os emléktáblát alkothattunk, visszaemlékezve a 60 évvel ezelőtti nehéz, de dicsőséges időkre. Lacai András a szabadulását követő években megírta visszaemlékezéseit a tapolcai forradalomról és a börtön évekről. Ebben az írásban szerepel Gucsi István és Lacai András utolsó találkozása. Néhány mondatban ezt szeretném önöknek elmondani. Akkor már egy nagy kórház orvosa voltam, írja Lacai András, amikor a kórteremben az egyik ágy lásztábláján megláttam Gucsi István nevét. Odaléptem mellé, behuny szemmel feküdt az ágyban. Megsimogattam verejtékes homlokát, és halkan megszólítottam. Gucsi őrnagy. Kinyitotta a szemét.
ki vagy? Kérdezte. Lacai Bandi. Bandikám, mondta akkor az őrnagy, és két nagy köncsebb gördült végig az arcán. Vajon mi juthatott akkor az eszébe? Azt hiszem, ezt már soha nem fogjuk mi megtudni. Megbeszéltük, hogy ha jobban lesz, találkozni fogunk, és sokat fogunk mesélni majd egymásnak. De egy óra múlva Gucsi őrnagy már eszméletlen volt, és másnap meghalt. Így ebből a találkozásból már semmi nem lett. Nyugodjanak békében. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt emlékezők, a koszorúk elhelyezése következik. Hálás szívvel mondok köszönetet Rein Erzsébetnek, városunk díszpolgárának, aki az emléktáblát, tábla ügyét szívén viselte, elhelyezését kezdeményezte, és tudásával, információival nagy segítségére volt a szervezőknek. Kérem, polgármester urat, köszöntse emléklappal Erzsi nénit.